jelentették le Közép-Európa első geotermikus kísérőművének alapkövét. A projekt mintegy 4 milliárd forintból valósul meg, és várhatóan már 2017-ben megkezdi a termelést. A Semmelweis nap alkalmából június 29-én átadták a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet újonnan kialakított ápolási osztályát, valamint emelt komfortfokozatú VIP betegszobáit is. A határtalanul pályázott keretein belül június 1-e és 4-e között a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 34 7. osztályos tanulója utazhatott el a Felvidékre. Idén is számos rendezvénnyel várt a különböző programjaira a látogatókat Kistarcsa. Az elmúlt fél év eseményeiről és az év hátralévő rendezvényeiről Szilárdi László, a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár Intézmény vezetője számolt be televíziónknak.